Schiffer András a vendégünk, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mi a baj az új bírósági vezetőkkel? Ugye az egyiküknél, Handó Tündénél azt tudjuk, hogy jó baráti kapcsolatot ápol az Orbán családdal, egész pontosan állítólag Léva Jönikó barátnője, de ettől még lehet, hogy zseniális és pártatlan szakember, nem? Szerintem tanácsos egyes számba beszélni Dorák Péterrel kapcsolatban, az LMP nem fogalmazott meg kifogásokat, meg is szavaztuk egyébként Dorák Pétert a kúria elnökének, viszont tudni kell, hogy az igazgatási funkciók innentől kezdve az Országos Bírósági Hivatal elnökénél lesznek egy szemében. Már a bírói szervezeti törvényt is azért kritizálta az LMP, mert semmiféle ellensúlyt nem teremt. Tehát addig, amíg az OIT legfelsőbb bíróság elnöke komoly ellensúlyokkal tudta kormányozni a rendszert, hiszen maga az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, a különböző bírói fórumok azok ellensúlyozták a Baka András és az általa kinevezett embereknek a hatalmát, ez most megszűnik. Handó Tünde egyébként egy kiváló bíró. Én magam ügyvédként tárgyaltam nála, a felkészültségével, a munkajogi szaktudásával, sőt a pártatlan ítélkezési gyakorlatával semmiféle baja nincsen senkinek. Csak ne játszunk már azt a játékot, hogy most a Répási államtitkár és mások úgy csinálnak, mint hogyha egy bíró kinevezéséről lenne szó. Nem arról beszélünk, hogy Handó Tünde de most bíróként, mondta, hogy egy kiváló bíró. Kiváló bíró, csak éppen nem bírónak nevezzük ki, nem bírónak nevezte ki a kormánytöbbség, hanem a bírósági hivatal élére. Tehát az egész bírói adminisztráció élére teljhatalommal. Ez egy teljesen más történet, mint amikor valaki a pulpitus mögött a köztársaság címére alatt ítélkezik. Mert hogy a kinevezések is rajta múlnak. Tehát, hogy a sok-sok hiányzó bíró helyére egy friss élményt kit nevez ki. Viszont, hogy egy friss élményt megosszak önnel, többek között azért késtem, mert az Alkotmányügyi Bizottság tartott egy rendkívüli ülést. Na nem késette. Ahol is a nevezetes átmeneti törvényhez benyújtanak egy bizottsági módosító javaslatot, ami arról szól, hogy alkotmányos szintre emelik Polt Péter és Handó Tündének azt a jogát, hogy a törvényes bírájától elvonjon bárkit, mindezt exakt határidő nélkül, amíg... Mit csinálhat? Magyarul a bíróságok leterheltségére tekintettel a legfőbb ügyész és az Országos Bírósági Hivatal elnöke, tehát Handó Tünde az ügyeket más hatásköre, más illetékességi területen működő bírósághoz terelheti át. De ezt eddig is tudtuk. Ilyen törvényi szabály eddig is volt. Gondolom rájöttek az elmúlt hónapokban, hogy ez ütközik nem csak a hatályos alkotmánnyal, hanem az alaptörvénnyel is. Most alaptörvényi alkotmányos szintre emelik ezt a példátlan sérelmét a törvényes bíróhoz való jognak, ha úgy tetszik, a bírói függetlenségnek. Hiszen ugye most a bizottsági ülésen meglehetősen viharos volt, ugye a Répási államtitkár úr azt mondta, hogy a törvényes bíróhoz való jog az azt jelenti, hogyha folyamatban van egy büntető ügy mondjuk, akkor folyamatban levő ügyben nem lehet valakit elterelni. Nem így van. Egyrészt nem csak büntető ügyekről beszélünk, polgári ügyekről is beszélhetünk. Például olyan polgári vagy közigazgatási ügyekről, ahol állam vagy önkormányzat az érintett fél, és a törvényes bíróhoz való jog az azt jelenti, és pontosan itt van egy, ha úgy tetszik, antagonisztikus ellentét a Fidesz és az LMP nézetrendszere között, hogy akkor, amikor mondjuk ön egy peres ügybe keveredik, nem mondom azt, hogy büntető ügybe, peres ügybe keveredik, akkor ha belenéz a törvénykönyvbe, akkor előre pontosan tudja, hogy mely bíróságnál fogják tárgyalni az ügyét, és hogy az adott bíróságon belül mely tanácshoz, mely bíróhoz kerül az ügye, az is objektív szabályok alapján dőljön el. Azért, mert minél inkább semleges szabályok alapján választódik ki, hogy az ön ügyét mely tanács tárgyalja, annál biztosabb lehet abban, hogy nincsen nyomás azon, hogy éppen milyen bíró tárgyalja az ön ügyét. Én azt értem, de attól, hogy az én ügyemet, tehát nekem a bíró neve ugye nem mond semmit, hogy az én ügyemet majd Kovács bíró, vagy Tóth bíró, vagy Nagy bíró tárgyalja, az nekem nem mond semmit. Ebben tehát menet közben ne változzon a bírom, nem? Ebben önnek, mármint a mondat vagy kérdés elején, igen. Első felére vonatkoztatva kétségkívül igaza van. Tehát eddig ez így is volt. Az, hogy Tóth vagy Kovács nevű bíró által vezetett tanácshoz kerül az ember ügye, ez nem mond semmit jó esetben. Viszont onnantól kezdve, hogy azért kerül Tóth vagy Kovács bíró által vezetett tanácshoz az ön ügye, mert Handó Tünde vagy Polt Péter oda tereli, ez azt gondolom, hogy nem megnyugtató.
Nem megnyugtató, csak attól tartok, hogy ezek megint olyan nagyon könnyen megmagyarázható, érvelhető, kimagyarázható történetek lesznek, ha lesznek ilyenek. Szerintem könnyen bebizonyítható az számok alapján, hogy semmiféle elfogultság nincs, azért utasította akár az ügyész, akár Handó Tünde a bíróságot, vagy azért kérte, hogy egy másik bíróság tárgyalja meg, tessenek megnézni a számokat, ezen a bíróságon 628.242 ügy van folyamatban. Elnézést, a jogállami működést pontosan onnan lehet megismerni, hogy nem bizonyos embereknek a jóságába, vagy erkölcsösségébe, vagy az esküjébe kell bíznom, hanem abba, hogy vannak olyan semleges szabályok, amik nem hagynak kételyt afelől, hogy például a bírói tanács kiválasztása valóban pártatlan módon történik. És itt jön be a képbe az, hogy miért volt nagyon komoly problémánk már a köztársasági elnök jelölésével. Most túl azon, hogy délután 2-kor, amikor én nála jártam, még nem is hallott Handó Tündéről, csak a sajtóban értesült, hogy van ilyen találgatás. Majd délután 3-kor Lázár János közölte, hogy ő megtette maga jelölését a jelölő felé. Na de nem délután 4:45-kor döntött aztán. Nem, két nappal később jelentette be a köztársaság. Nyilván addig tanakodott. Igen, két nap alatt megismerte, hogy milyen szakmai módja van. Szóval az azért feletti bagályos, hogy egy ilyen teljhatalommal egy olyan személy bír, akinek, mondom még egyszer, a szakmai kvalitásait és a bírói működésének a tisztességét nem kérdőjelezzük meg. Ellenben ő maga is fontosnak tartotta mai napon közölni, amennyire én a szavazások közben bele tudtam nézni az internetes sajtóba. Ugye az Orbán család arra, jó. Büszke. Hát szerintem ez világ... Ön nem zavarja, hogy az Orbán család jó barátja? Ez világbotrány. Ez világbotrány. Hogyha valaki ezt meg is vallja magáról, akkor én azt gondolom, hogy elvárható az, hogy egy ilyen jelölést, egy ilyen felkérést ne vállaljon el. Tudnélik, pontosan egy független intézmény, nem is akármilyen független intézmény élén. A harmadik hatalmi ág a bíróságok élén nem elég az, hogy valaki függetlennek érzi magát, függetlennek is kell látszani. Ez a látszat szerintem, ha még valakinek bármilyen kételje volt a mai nappal, megtörött, hogy ezt a vallomást egyébként a bírósági hivatal újonnan megválasztott elnöke megtette. Túl azon az apróságon, és ezt én egyébként a köztársasági elnök úrnak is elmondtam, hogy Handó Tünde kiváló elnöke ugyan a Fővárosi Munkahelyi Bíróságnak, csak az az apró bibi van, hogy a jelenlegi rendszerben igazgatási funkciója egy munkahelyi bíróságnak, ugyanúgy, mint egy városi kerületi bírósági elnöknek, nincsenek. Nincsenek. Tehát pontosan az a kellő igazgatási szakmai tapasztalat hiányzik, ami hogyha meg lenne, akkor nyilván ki lehetne magyarázni, hogy miért Orbán Viktor baráti köréből választanak valakit. Most ez sincsen meg, ez az érvelés is hiányzik. Lehet például Baka Andrással kapcsolatban meg az volt a fenntartás, ezt Navracsics Tibor mondta itt nekem ebben a stúdióban, hogy neki meg, és ezt a szakmai szervezetek kérték, hogy ez legyen kitétel, hogy nincs 5 éves hazai bírói gyakorlata. Tehát, hogyha neki nem volt, akkor Handó Tündénél ezek szerint már nem volt ennyire követelmény a igazgatási eljárás. Legnagyobb tisztelettel vagyok miniszterelnök helyettes úr iránt, de azt kell mondjam, hogy ez a kijelentése nem teljesen fedi a valóságot. Lehet, hogy kértek ilyet különböző bírói szervezetek, viszont meglehetősen kilóg nem csak a lóláb, hanem ugye a felső teste legalább, igen, a feje. Hogy, hát ha a feje is kérdez, hát akkor az egész ló kilóg. Szóval, hogy ez a bizonyos 5 éves szakmai gyakorlat nem volt benne az eredeti javaslatban. Nem volt benne az eredeti javaslatban. Igen, de erre mondta Navracsics Tibor, hogy szakmai szervezetek kérték. Na most a tisztelt kormány azzal is nagyon büszkélkedett, hogy ők micsoda szakmai egyeztetéseket folytattak le a bírói szervezeti törvény előtt. Többek között a bírói szakmai szervezetekkel is. Tehát feltételezem, hogy ez a nagyon kiváló ötlet, ez már hónapokkal korábban a tudomásukra jutott, vagy akkor nem mondtak igazat, amikor azt mondták, hogy szakmai egyeztetések történtek. Nyilvánvaló itt a cél az volt, hogy Baka Andrást eltávolítsák, és azért kellett Baka Andrást eltávolítani, mert ő nem rejtette vég alá a véleményét az igazságszolgáltatási szervezetrendszernek a narancsuralmi módra történő átalakításáról. Ezt természetesen Navracsics Tibor rákérdeztem és cáfolta, de ezt meg egyébként úgysem fogjuk soha kideríteni, hogy igen vagy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.